sör kellett hozzá. De véletlenek nincsenek, erről fogok most egy pár szót szólni. Sziasztok! Pillanat, egy gyors tesztet adagoljak. Akkor így. Tehát a mi célunk az Arenium Technologies, egy svéd-magyar vállalat, 2013-ban hoztuk létre. És én két dologról szeretnék itt ma pár szót szólni. Az egyik, hogy hogy jutottunk el odáig, hogy mi hívástitkosító alkalmazást vagy rendszert fejlesszünk. Egyrészt ez nem véletlenek sorozata, és nem egy sör mellett megbódulva találtuk ezt ki. A másik dolog pedig, hogy elnézést, milyen szívások voltak az úton az elmúlt két-két és fél évben, amíg eljutottunk oda, hogy volt egy piacképes működő alkalmazásunk. Majd persze, amikor piacra kilöktük, akkor mi történt, azt gondolom, ez tanulságos lehet többeteknek, akik ilyesmivel foglalkoztok. Mi egy 20 fős csapat vagyunk, a fejlesztőközpontunk itt van Budapesten az Infoparkban, a céget pedig szintén nem véletlenül Stockholmban jegyeztük be, erről majd mondok egy pár szót. Egyetlen termékünk ma, vagy késztermékünk a CryptoHawk hívástitkosító alkalmazás, aminek az a lényege, hogy lehallgatás elleni védelmet nyújt, néhányan már hallhattatok is róla. Mi elsősorban enterprise és közép vállalati területen értékesítjük a megoldásainkat, de tavaly év novemberében kijöttünk egy egyéni felhasználóknak szóló verzióval is. És hogy hogyan jutottunk el oda, hogy CryptoHawk? Hát nem véletlen volt, nem hasunkra ütöttünk, és kitaláltuk a piac igényét. Mi távközlési mérnökök voltunk, vagy távközlési mérnökök egy csapata, több mint 10 éve fejlesztettünk távközlési szoftvereket, és a meglévő ügyfelénk jöttek elő az igényel, akiknek mi már tanácsadói, kvázi telefóniában bizalmasai voltunk, hogy fiúk, van egy problémánk, oldjátok meg, kellene nekünk olyan telefóniás megoldás, ami abszolút backdoormentes. És azt, hogy hogyan működik a telefóniás rendszereknek a backdoor-ja, azt pedig első kézből tudtuk, mert nagy gyártóknak voltunk mi is a mérnökei. Rengeteg, több tízezer végpontos rendszert implementáltunk Európa és világszerte, és tudtuk, hogy fogjuk meg a dolgot, hogy abszolút vendor access mentes megoldást tudjunk létrehozni, és ebből, ami kijött, ez egy központi szerver mentes, peer-to-peer, voice-over IP megoldás, tele biztonsági feature-ökkel. És ami nagyon fontos, és itt a Svédország, vagy nem véletlenül Svédország, nem álltunk ott meg, hogy létrehoztunk egy műszaki terméket, és tessék szeretni, hanem mögé raktunk egy olyan jogi hátteret, amivel tényleg tudjuk biztosítani a privacy-t, és tényleg meg tudjuk azt oldani, hogy ne is kelljen backdoort biztosítanunk az előfizetőink számára. Na meg hát ugye nagyon fontos, hogy egy svéd cég export szempontjából unió kívülre nem rendelkezik semmilyen kötöttséggel, tehát nekünk nem kell egyenként az unión kívülre minden országra export engedélyt kérnünk, hanem automatikusan tudjuk értékesíteni a termékeinket, tehát ez bármilyen kriptoterméknél érdekes lehet bárkinek a jövőben. És a harmadik, sajnos ki kell mondjuk, nemzetközi reputáció szempontjából sem mindegy, hogy svéd cégként állunk a biztonságtechnikai piacon, vagy valamilyen egyéb ország címerét visszük a hátunkon. Számtalan műszaki nehézséget kellett leküzdenünk, nem tudtunk a csapattal olyan műszaki problémát előhozni ide, mármint kriptó jellegű problémát, ami az 5 percbe belefért volna, úgyhogy ebben nem mennék bele, majd felteszitek a kérdéseteket, vagy majd arra válaszolunk, amire a leginkább kíváncsiak vagytok, de egy pár apróság, tehát például hálózatok közötti váltás, megy a voice-over IP call, bejön közben egy GSM hívás, ugye az azonnal terminálja, mert hát a telefon elsődleges feature-e az a GSM hívás, nem pedig a voice-over IP. És hát például egy ilyen apróság, eladtuk a rendszert az ország egyik legnagyobb ügyvédi irodájának, köz egyik nagy mobil szolgáltatónál voltak, és ugye 3G rohangáltak meg LTE-n az országba szanaszét. Majd egy idő után nem épültek fel a hívások, amikor indították a hívást, mert kiderült, hogy ennek az az oka, hogy a szolgáltatónál, abban a csomagban, amiben ők vannak, elfogytak a publikus IP címek, alhálózati címet kezdtek el kapni 3G-n, és egyszerűen meg kellett azt oldjuk, hogy egy törnszerver segítségével ilyen szituációban, tehát SIM-natos szituációban is felépüljenek a hívások. Na és hát amikor eljutottunk arra, hogy kész a termék, kint vagyunk a piacon, már egy példát mondtam is, hogy értékesítési állapotában milyen szívás volt, utána jöttek aztán az igazi szívások, hogy az első dolgot megemlítsem, két verziója van a CryptoHawknak, a Standard, a Lite, az egyéni felhasználóknak, ahol App Store-ban fizetsz bankkártyával, két gombnyomással, ugye itt nem várhatjuk el az előfizetőktől, hogy ők majd szerződést kössenek velünk, az egyéni előfizetők. Illetve van a CryptoHawk Pro, ami a vállalati előfizetés, bejössz, szerződést kötsz, megveszel több száz licenszt, esetleg on-site implementálunk, stb. És amikor tavaly év novemberében a Lite-tal kijöttünk, az volt a másik, már hamarabb kint volt a Pro, akkor azon kaptuk magunkat, hogy megugrottak a CryptoHawk Pro vállalati letöltések, de 1000 számra,
És a CryptoProban nincs regisztráció, tehát több ezer usert az első napon, amikor kimentek a hírek, elveszítettünk, amiatt, hogy könnyíteni akartuk az életünket. A következő dolog szintén ehhez kapcsolódott, az Apple is adott nekünk egy jó nagy pofont január, amire eljutottunk oda, hogy több ezer userünk volt. Januárban változtak ugye ezek az áfa szabályok, és az App Store-on keresztül fizetsz minden egyes országra. Tehát voltak olyan alkalmazások, ahol változtak az árak. És a Google nem azt csinálja, hogy Google mit beszél az Apple, hogy megnézte, hogy hol érdekes ez, vagy hol nő ettől az ár. Egyszerűen mindenkinek lerezetelte az auto renewal-jét, tehát a havonta beterhelős 10 eurós játékot, és azt mondta, hogy fogadd el az új terms and conditions, te mint felhasználó, és utána tudod használni. Ennek az eredménye az lett, hogy elveszítettünk nem tudom hány száz auto renewal-ös előfizetőt, és persze vannak azok, akik aktívan használják a rendszert, és nem mondanak le róla, de a bizonytalankodók, vagy akik nem tudom, hogy esetileg használják, azokat pont kitörölte az életünkből az Apple. És hát még egy nagyon fontos dolog, ha olyan szolgáltatást indítasz, ahol van e-mailes validáció a regisztráció után, hát elég fontos, hogy legyen egy profi e-mail szolgáltatód, amit majd nem vág a Google spam listára, ugyanis velünk pontosan ez történt. Első néhány napban több ezer letöltő, több ezer regisztráció, nyomjuk ki mindig ugyanarról az IP címről a validációs e-maileket, és két nap múlva jöttek a panaszok, hogy nem tudnak regisztrálni az emberek, nem, mi a következő lépés. Aztán rájöttünk, hogy a Google kispamelt gyakorlatilag minket. Azt gondolom, hogy talán a fontos tanulság, hogy bármennyire megtervezel előre valamit, bármennyire is szakértője vagy mondjuk egy-egy adott területnek a csapatoddal, mindig lesznek olyan szívások, ami majd élőben fog előjönni, bár én azért biztatok mindenkit, hogy ne a hasára üssön és vágjon bele a nagy startup kalandba, mert egyébként nagyon kemény dolog ez. Próbáljunk meg tervezni, egyébként meg élvezzük. Köszi, és várom a kérdéseket. Parancsolj! Ez az 5 perces probléma körön túl van, úgyhogy vagy egy sör mellett mondom el, vagy ha a műszaki igazgatónak van 30 másodperces válasza erre, akkor nyomja be. Sör. Sör. Megbeszéljük egy sör mellett. Bocsánat. Igen. A Krypton ennek a brékjét nem konkurenciálják meg? Ami csoda, bocsáss meg, úgyhogy valószínűleg nem is lesz az. Ja, BitTorrent. A cégnek van egy brékje vezető alkalmazás. Igen, ez egy friss dolog. Tekinthetjük úgy, hogy konkurencia, de ilyen jellegű alkalmazás a világban legalább 50 van, de tényleg végtelen sok. Csak az a fontos, hogy ugye ez egy free software, a mi ügyfeleink, láttál ott néhány referenciát, azok nem fognak meg, mert lehet, hogy használnak open source-t, de például kell nekik hozzá támogatás és egyéb dolog, tehát más a piac, más az, amit megszólít, tehát mondhatnám, hogy de, totál közvetlen konkurencia, de egyébként meg nekik nem ez a fő profiluk, és nem tőlük veszik meg. Parancsolj! Számtalan, tehát túl vagyunk 7-8 auditon, teremben is ül olyan ember, aki látta már belülről az alkalmazásunkat, és amit azért megemlítenék, hogy tényleg néhány olyan nagyon komoly hacker csapat és IT security review-n túl vagyunk már, vagy hacker csapat megnyomkodásán és IT security review-n, ami már azért világszinten egy elég jelentős dolog. A weblapunkon egyébként most fog megújulni, már az angol az részben megújult, egy két hét múlva lesz egy ilyen third party security assessment track record, és ott fognak látszani, hogy miket csináltunk, és a nagyobbakból néhány eredmény result lesz. Egyébként annyi büszkeséget hadd mondjak el, hogy az NCC csinálta az legutóbbi nagy auditunkat, vagy review-unkat, és ők egy évben megcsinálnak durván 12 000 ilyen security assessmentet. Egy évben egy vagy kettő olyan, ami teljesen zöld, tehát nincs benne hiba, eddig az idén az egyik a miénk. Parancsolj! Hogyan tudjátok azt a problémát kezelni, hogy a felhasználó oldalán hallgassák a beszélgetést? Tehát arra gondolsz, hogy magán a készüléken vagy az asztal alatt poloska? Hát minden ellen nem tudunk védeni, ez nagyon fontos, tisztában vagyunk a limitációinkkal. Például a platform választásunk egyik oka volt az, ugye mi nem vagyunk minden platformon, mi most jelenleg iOS támogatunk, a Windows Phone fejlesztés van folyamatban. Az igazság, hogy az Androidra képtelenek vagyunk azt a security szintet hozni, pontosan ilyen kérdések miatt, vagy background process, microphone access. Hát sajnos lemondásokkal jár a security. A titkos szolgáltatók tudnak titeket hallgatni, és ha nem, akkor az legális. Nem tudnak lehallgatni, és abszolút legális. Tehát azt azért látni kell, hogy a magán és üzleti információ védelme alkotmányos jog.
Na most ugye nem mindenütt, de Svédországban biztosan, és svéd privacy policy, illetve terms and conditions alatt szolgáltatni, azért ad némi védelmet. Egyébként csak hogy egy ilyen vicces dolog, hogy miért vagyunk mi ebben biztosak, hogy nem tudnak lehallgatni. A legerősebb példát nem mondom, mert mondok inkább egy olyat, amit tudtok ellenőrizni. Ha Wikileaks-re felmentek, most volt nemrég ez a Hacking Team 1 millió support ticket kipakolása, és rákerestek a kriptókra, fogtok konkrét olyan ticket requesteket találni, amiben megválaszolják azt, hogy például a Hacking Teamnek az eszközei, amit a legtöbb szakszolgálat használ, nem képes ezt a technológiát visszafejteni. De nem is ez talán a legfontosabb ebben a dologban, hanem az, hogy olyan csapatokkal, tehát mi tudjuk, hogy nem vagyunk tökéletesek, követhetünk el hibát, ezért van az, hogy bevonunk olyan embereket, akik azt gondoljuk, hogy abszurdum még okosabbak vagy körültekintőbbek, mint mi, és folyamatosan dolgozunk azon, hogy mindig egy lépéssel bárki előtt legyünk. Parancsolj! Rádállítanék egy ügynököt, hogy hívják ezt, mikrofonpuskával, és követne éjjel-nappal. Nem, a saját, tehát egy gyengeség lehetne, de pont ezért van a jailbreak detectionünk, hogy azt mondom, hogy jailbreakelt az eszköz, és akkor tudok olyan processzt futtatni valamilyen trükkel, ami hozzá tud férni a mikrofonhoz, és még azelőtt, hogy a kriptót titkosítaná, lelopom onnan és kiküldöm, de hát pont ezért nem vállalunk felelősséget jailbreakelt eszközön, és szűrjük is a jailbreak detekciót. Pont a legutóbbi release-ünkben, akkor még egy balhét hadd mondjak el gyorsan, csináltunk egy olyan húzást, hogy betettünk egy szerver oldali jailbreak detekciót, mert hogy ugye az Apple, ha a jailbreak detection-t érzékel a kódban, amikor az enrollment processen mész, hát azonnal kivágja. Mindegyre mi csináltunk egy új megoldást, lehet, hogy ebből fog a cím megjelni, és nem a kriptóban, mert nagyon jól sikerült, másoknak is majd eladjuk. De a lényeg az, hogy kitiltottuk azokat a usereket, akiknek jailbreakelt volt a készüléke, mert a terms and conditionünk ezt mondta. Aztán amikor másnaptól óriási reklamáció volt, meg kiderült, hogy jó páran használják, akkor tekertünk egyet a koncepcióra, azt mondtuk, hogy saját felelősségedre a következő verzióban, vagy utána egyel majd, ahogy odaérünk, engedélyezheted, vagy elfogadhatod a biztonsági kockázatokat, de akkor nem vállalunk felelősséget, egy. Kettő, a partnerednek kijelezzük, hogy te gyengített titkosításos vagy biztonsági szintű user vagy, és dönts el, hogy hajlandó veled beszélni. Még valaki? Parancsolj! Azt a felelősséget vállaljuk, hogy nem hallgathattak le téged. Olvasd át a terms conditionünket. Ennek van egyrészt egy financial felelősségvállalása, másrészt pedig meg kell azt vizsgálni, hogy hogyan működik ez az egész szakma, vagy mit ad bármelyik nagy komoly gyártó, minimum azt a szolgáltatási szintet mi is vállaljuk a felhasználóink felé. Egyébként van egy olyan extra csomagunk, amit érdekes módon még senki nem vett meg, úgyhogy biztatnám az esetleg itt ülő enterprise felhasználókat. Ez pedig egy felelősségbiztosítással kombinált csomag, ahol mi azt mondjuk, hogy adunk neked egy olyan kriptókot, amit ha mégis feltörnek, ami persze nem fog bekövetkezni, akkor egy bizonyos plusz összegért mi kötünk erre egy felelősségbiztosítást, és mondjuk azt mondom, hogy 5 millió dollárig neked fedez be van a károd, hogyha ebből származik. Köszönöm szépen!